Ügy és rányok, Szabolj Gaming vagyok, itt volnánk egy újabb videóval, a máv Géppajtja sorozatom újabb részével, és jól számolom ez már a 17. rész, és a mai videóban végre az utolsó olyan vonat sorozatot fogom nektek bemutatni, ami ma már nem közlekedi. Tehát közeledünk lassan a motorvonatoknak a végé, ha tulajdonképpen ez, szóval, ezen kívánásra négy videó lesz, majd az, az, is majd időrendben folyamatosan. Mai videóban a BA motokkal, vagy becsenekön Rába a Balaton motorvonatokkal fogunk foglalkozni. Jó szórakozást kívánok, intro! Tehát, amit mondtam, ma a b motokkal fogunk foglalkozni. Na most a b tudni kell azt, hogy a Rába Balaton motorvonat ne becenevet kapta, amelyet a Győri Magyar Vagon és Gépgyárban készítettek. Az első Rába Balaton motorvonat 1956 és 59 között építették. Ennek a pályaszáma a BA-mot 701-es szám volt. Egy további motorkocsi és két mellék kocsi is elkészült. Ezeket az első motorkocsihoz hasonlóan a Rába gyár saját költségén 1961-ben készítették el. A második Rába Balaton kettes típus és BAMO 702 pályaszámú motorkocsi, amelyet tulajdonképpen nem csak a MÁV szolgált bele, hanem a Lengyel PKP, ugye, ami a Lengyel Állami vasúttársaság több részletében is különbözött a 701-estől. A BAM-ot 701-es homlok és ennek megfelelően kisméretű vezetőfülkével, míg a 702-es homlok nélküli, teljes szílességű vezetőfülkével készül. A fehér-piros csíkos 702-es a lengyel vasutakra jellemző nagyméretű homlokfényszórókat kapott. A bam 701 és 2-es pályaszámú motorkocsikat a MÁV 1963-ban vette át véglegesen ugye, amit mondtam, a gyártója a Magyar Vagon és Gépgyár Győrben. 1959 és 61 között épült eme sorozat, amelyben hát két darab készült, de 1967-ben már átalakították őket. Tenger rendezése 1 a 1 Névleges teljesítménye 2x110 kW. Engedélyezett legnagyobb sebessége 88 km per óra, tehát úgy körülbelül a hát az Iker BZ-vel ves, veszekedhetne, amelyről pedig majd a következő videóban lesz szó, az Iker BZ-ről. Magassága 3800 mm, ütköző közötti össze 22700 mm, szélessége 3000 mm. A szolgálati tömegük eredetileg az 701-esnek 37, míg a 702-esnek 44 tonna volt, később mindkettőt 45 tonnára növelte. Legnagyobb tengely terhelése az elsőnek 11 tonna volt, a 702-esnek pedig eredetileg 13,4 tonna volt. Kardános kubkerekes hajtásra volt, elektropneumatikus szinkron vezélése volt, amely, két, amely mind a két motorvonaton működött. Csavarkapos típusú kapcsolókészülék, valamint rögzítő, kézi, átmenő és pneumatikus tuskófékkel rendelkezett. Érdekesség, hogy a vonat hűtővíz köréből volt a vonatfűtés. Eredetileg az erőátvitele Wilson rendszerű, bolygókerekes négy fokozatú volt, később Voach, nem tudom, hogy mondják, Voit, 436 TD, plusz Voit Divabus 500 hidromeonikus 1 plusz 1 fokozatú volt. A motor típusa eredetileg kettő darab Ganz MVG 6 motor volt, később két darab Rába Mand d motor lett belőle. Hat hengeres elfekvő hengerellendezésű volt előkamrás szívó dízelmotorral. Az ülőhelyek száma a 701-es BA-modban 67 volt, nyilván a kisebb vezető fülkemia, a 702-esben pedig 64 darab volt. A vonat tisztán másodosztályú volt, eredetileg dízelmeonikus, később pedig dízelhidromeonikus üzemmóddal. Ezek a műszaki adatai, és akkor jön a története. A máva 60-as évekre tovább kívánta bővíteni mellékvonalain a motoros fontatát. Ez továbbra is a motorkocsit tartották a legcélszerűbb eszköznek, miközben a régi ganzjárműek lecserélésének gondolata is felmerült. 1956-ban készült egy ilyen hát, kampány a Rába üzemi lapjában tervezzünk alumíniumból épülő motorvonatot címmel. Az eredeti elgondolás két motorkocsiból és két külbőső pótkocsiból álló szerelvényre változott. A kocsi szekrények alakanyaga is módosult, csupán két pótkocsi szekrénye lett, alumíniumból. Az első motorkocsi 1959 végén indult próbaútra. Ez volt a 701-es b 1960. október 19-én az egyes vonalon Moson Magyaróvár is győr között eredményes rendőri próbát. Közben jobban folyt a 702 es ba valamint a két pótkocsiának gyártása. Az eltelt 9 hónap alatt a BA-mot 7600 kilométert futott próbaüzemben. Amit tudni kell, hogy a 701-es motorkocsit végül sok húzavona után 1963. februárjában adták át a MÁV-nak. Az időközben készülő bm ot 703-as terveit már be sem fejezté, hanem a rögtön továbbfejlesztett Rába 4-es a terveit dolgozták ki az ajánlati, hiszen a MÁV elképesztő 200 darab ilyen járműre tartott volna igény. Utóbbit a prototípus motorkocsi tapasztalatai alapján továbbfejlesztett vonatna, elsősorban a régi Ganz BC és AB motor kiváltására szánták, és ekkor még arra is szó volt, hogy a járművek a KGST, azaz a vasfüggöny országainak vaspályáin is megjelenhetnek. Nevükkel ellentétben nem a, Rába motor motorvonatok nem a Győr Balaton forgalmát látták-e, hanem a tó északi és nyugati partján, azaz a 29-es és a 26-os vonalon személy és gyorsvonatokat vonatokat közlekedte, vonatként közlekedte, de jártak például Szentgotthárdra is. Amit tudni kell, hogy voltak a Gyesevnél is, ahon a Fertővidéki hív vonalán négy személykocsikkal, valamint szólóban közlekedtek. Amit tudni kell, hogy 1995-ben a 702-es BL motor szalonkocsival alakították át a Dunakeszi árműjavítóban, zöldsárga színére fejezté, de emek ritkán közlekedett. Amit tudni kell még, hogy a terviselésben az alváz és a szekrényváz mint egységes szerkezet vesz részt. A szekrények évhegesztése rögzít, vannak rögzítve egymáshoz. Amit tudni kell, hogy a csapályvezetés szoros líren rendszerű, mind a primér, mind a szekunder rugózás csavarrugó. A lengéscsillapítók hidraulikusa, a forgóvász keretre erősítették fel a fékhengert. Az ajtók alumíniumból készültek, fix ablakkal. A fűtésre a motorok hűtővide szolgál, a meleg átadását borzdázott acélcsövek végezték. A szellőzés szívóhatású tetőszellőző biztosították. Amit tudni kell, hogy az utasterek fénycső világítások voltak. Az ülések könnyű kivitelőek voltak, az ülőlapok karfej és háttámlák laticel párnázása és eredetileg műbeőr bevonattal készültek. A motorkocsik alá eredetileg két-két Ganz MVG 6 típusú motor építette, mely jól bevált Ganz Andrászik 6 JR típus továbbfejlesztett rendezési változata volt. A motorok állandó töltésű hidraulikus tengely kapcsolón keresztül egy-egy Wilson rendszerű négyfokozatú sebváltón át hajtották a forgóvázakhoz. És akkor most már beszéljünk egy kicsit a motorkocsikról is, a mellékkocsairól, amelyek az AAX és a BAX sorozat jelet kapták. Ebből két darab készül, a sorozat számok a 60, 43, 89, 29, 00, 00, es számot kapták. Ezt is Győrben gyártották. 1962-ben gyártották őket, 60 ben viszont átalakítást nyertek a BA motokkal együtt. Tengelyrendezése 2-2. Engedélyezett a sebessége azonban ezeknek már 100 km per óra volt. Hossza 23256 mm, magassága 3800 mm, szélessége 2850 mm volt. Amit tudni kell még, hogy a szolgálati tömegük 24 tonna volt. A legnagyobb tengely terhelése 9 tonna. Távvezérlő kábellel csatlakoztak a BA motokhoz. Csavarkapocsos kapcsolókészülékkel, rögzítő kézi fék és pneumatikus tuskófékkel. A fonalfűtés itt azonban már autonóm volt. A motorkocsinak az üzemanyag készlete 300 literes volt. Az AX-ben 53 plusz 4 ülőhely volt, a BAX-ben 80 darab. Az AX kocsikban még bár is volt. Eredetileg az AX tisztán első, a BAX pedig tisztán másodosztály volt. Technikai érdekessége volt a szegecselt alumínium kocsiszekrény. A motorvonattól forgalomba állításuk után, ahogy mondtam, Tapolcára kerülte, és a 26-os vonalon közlekedte, amelynek egyik állomásán, vagyis megálló elén, Gyenes -Diáson, a múlt hét hétfőn a Trainspotting videó készült. A járművek dízelmotor, és sebb váltója azonban nem vált be. A motorkocsik nem nyerték el a mámnak tetszését. Sikertelenség vélhetően a két motoros kivitel is szerepet játszott, mivel a MÁV korábban kedvezőten tapasztalatokat szerzett a CA motorkocsi kettős gépészetével. Az MVG akkor már rába volt, 1967-ben átalakította a járműveket, belső berendezéseket és külsejéket is a lehető mértékig egyiségesítetté, módosultak a homlokfényszóró, a 701-es ot is teljes szélességű vezetőállást kapott, és ezzel együtt megszüntették a homlokátjárókat. No, a wc száma és az ülei kapacitás végig eltérő maradt. Az eredeti eltérések a járművek külsején sem szüntették meg teljesen, és ennek köszönhető, hogy a két jármű a mai napig is könnyen megkülönböztethető. A 701-es biámot vezető fülke ajtajai a menetirány szerint jó, míg a 702-es a bal oldalon található. Továbbá a végzárt árcsa tartók elhelyezés és eltérő. A gépi berendezéseket is kicserélték Rába d típusú dízelmotorra, Voix 436 TD típusú állandó törtési hidraulikus tengelykapcsolóra és hidromajonikus Voix Divabus 506 U +S típusú hajtóműre. A járművek igen elegáns vörös szürke fekete fehér színezés kapta. A motorkocsikba épített főgépcsoportok a rába tulajdonában maradtak. A közlekedés és postógyi minisztérium 1967 éve elején kis tengelyterhelésű mellékvonali dízelmotorvonatokra ajánlatkérést küldött a gazmávoknak és a rábaának. A győri üzem, amely ekkor már a rába balaton hármas típus tervein dolgozott, az félbe vagy elkészítette a mávigényének megfelelő rába balaton négyes típus, melyet hozzá tartozó mellékkocsikkal együtt kínálta vasútnak. A vasút szakemberei azonban végül a versenytárs gazmávag MD mod típusát választották. A sorozat így elmarad. A két motorkocsi 1968-ban kölcsönbe került a Gyesevhez, ahol a 8-as vonal gyors és sebes vonatait továbbította. A Gyesev 1970-ben véglegesen is megvásárolta a járműveket, két-két millió forintot fizetett mind a Mávnak, mint a Rábának. Miután a Gyesevhez kerültek, a Gyesev átalakította a BA motokat, és végül a bézémotok megérkezéséig a 8-as vonalon közlekedtek. Végül a Béámotokat a 90-es évek közepén az ÖBB-től használtam, beszerzett Jembacherek váltották le. A bm 701-es félreállították, és 97-ben győrbe a Rábához kerül. Eredetileg szétbontani akarták, azonban nem ezt tetté, eljárt Pécsett és Ferencvárosban 2005-ben felújítottá és üzemképessé tetté. A sokak szerint a típus legelegánsabb, vörös szürke fekete fehér színezését visszanyert BMot 700 -e, a nosztalgia jármű állomány tagja. Viszonylag gyakran láthatjuk nosztalgia különvonatként közlekedve, szabad idejében pedig a magyar vasúttörténeti parban megtekinthető. A BMot 702-ese, hát mi is történt, ez is egy jó kérdés a BAM-ot 702-es győrben maradt, ott pedig, nem bocsánat, a 702-es azt szétbontották. A 701-es nosztalgia a 702-es szét lett bontva. És akkor ennyi lett volna a bam bemutatója. Tulajdonképpen egy be nem vált széria lett, ez is tulajdonképpen, hát olyasmi, mint mondjuk a V43-osok fölújított V45-ös verziója. Köszönöm a figyelme, következő részben megyünk tovább, és a magyar dízelmotorvonatoknak a legnépesebb családja jön, a Bézémot. A bz -mot. igen. Nyilvánvalóan a BZ-motos videóban beszélünk az alap bz az interpici BZ-kről, illetve az Iker BZ-ről is, illetve a BZX-BDZX mellékocsikról. Szabolcs Gaming voltam, következő videóban találkozzunk, sziasztok!